Jó reggelt, sziasztok! Van egy kép hang, egy ötöst kérek szépen. Muszáj volt leállítanom a videót. Kinek adnak ezek a videók valami áttörést? Így egy ötöst írjatok már, vagy ez csak úgy nekem hoz folyamatos felismeréseket, vagy nektek is talán? Ibolya írja, hogy sokat. Oké. Na most szoktatok közben, így, hogy nézitek ezeket a videókat, így írni ilyen szavakat, tudod, így valami eszedbe jut, tudod, a tudat alattból, úgy eszedbe jut. Ajánlom, hogy írjatok, mert olyankor üzen az univerzum, és így adja neked a tippeket. Na hát, sziasztok, rögtön belevágtam itt a közepében. Remélem, jól vagytok. Én nagyon jó, hál' Istennek, most már úgy egyre jobban áthágom a határaimat. Képzeljétek el, azt mondták az orvosaim, hogy nem mozoghatok így egy olyan jó 6 hétig. Meg úgy egyáltalán úgy biciklit azt felejtsem el. Most vettem egy több százezer forintos biciklit. Meg vettem, tudjátok mit vettem? Képzeljétek el, ez tegnap hozta a postás. Ezt meg kell, hogy mutassam nektek. Jaj. Ki tudja szerint ez micsoda lehet? Elmondom nektek, az a Sonynak a legújabb kütyüje, én ilyen kütyű őrült vagyok. Úszáshoz találták ki, lehessen hallgatni hanganyagokat, meg zenét. Na, én erre rácsaptam, megrendeltem. Ez majdnem 40 ezer forint volt, ez a kütyű. Aztán ki is próbáltam tegnap. Valami félelmetesen frankon szól. Pont olyat, amit kerestem. Te tudod, fölmentem a problémámat megoldani az internetre. Kitaláltam meg, hát aki meg tudja oldani a problémát. A Sonynak az egyik márka képviselte. Megrendeltem, megjött, és felül múlhatatlanul többet ad a Sony, mint ahogyan én elképzeltem volna. Most miért mondom nektek? Kaptam egy csomó tiltást, nem mozoghatok. Fizikai munkát nem is végezhetnék. Biciklire nem ülhetek, meg úszni se úszhatok, mert víz nem érhet. Na ezen, ehhez képest tegnap letekertem egy olyan 4 kilométert, hát ki bírná ki, hogy ne üljön föl egy ilyen biciklire, mert én most lefotózom és kiteszem, annyira gyönyörű bicikli, és úgy megy, mint az állat. Ehhez képest ma leedzettem egy óra hosszát egy ilyen hasgépen. A hasamot műtötték, tehát nem lehetne, így benne vannak így a varratok, meg minden. És mondták, hogy nem vagyok normális. De az jutott az eszembe, hogy annak a srácnak, akinek levágták a lábát, tudjátok, a Mount Everest, hogy valami problémája volt, és akkor 3 hónap volt, már még egyszer elindult a Mount Everest. Mondom, nem igaz, hogy nekem csak egy ekkora vágás van rajta, amit majd én majd nem tudom hasonló. Tehát magyarul én egy őrült vagyok, pontosan ellentétét csinálom, amit mondhatnék, vagy amit szeretnének tőlem elvárni. És képzeljétek el, hogy ahelyett, hogy rosszabbul lennék, egyre jobban vagyok. Tehát valami félelmetes. Én már átéltem ezt az élményt egyszer, tudtam nagyon jó, hogy a mozgás az nagyon jó lehet az egészségemnek. Na most miért untatlak benneteket esetleg ilyen sztorival? Ugyanilyen áttörést kell nektek is ahhoz, hogy esetleg a blogotokkal érjetek el eredményt. Mire gondolok pontosan? Tudod, itt vagy a Kairosba, mondjuk. Tényleg írjatok már ide, hogy ki van benne itt a Kairos című, tudjátok, ez a számítógépes biznisz, hogy le van telepítve, ez a legjobb őrület, most le van telepítve a számítógépedre egy program, aztán itt termeli a pénzt. Tehát tiszta hülyeségnek tűnő dolog is. Erre persze ugye jönnek a támadások, hogy úgyse az, meg nagy csalás, meg minden, és mondom, azt mondtam, hogy nagy családos, tehát nagy csalás, és ennek ellenére vannak emberek, akik mégis azt mondják, hogy ez nem az, például én, meg ugye sokan így vagytok, és kapjuk minden nap a megígért jövedelmet. Ki az, aki ma kapott fizetést, jelentkezzen. Arra kérlek benneteket, ne tegyétek már ki az internetre, úgy pontosan mennyit kaptatok, mert elszörnyűködnek az emberek, és azt mondják, hogy na hát ez biztos, hogy nem így van, és a bloggerek, az ellentábor meg arra kíváncsi, hogy na most hogy lehetne belekötni, meg jelentsük fel adóhatóságnál, mert biztos ezek csalók, meg tudjátok. Nem kell
így elejét adni nekik, hogy így ezekről írogassanak. Mi egymás közt tudjuk azt, hogy igenis működik a dolog. Egymás közt nyugodtan mondjátok-e, mutassátok meg, így négy szem közt. Tehát most képzeld, de olyan, mint hogyha így, most mit tudom én, fognám magamat, így kinyitnám mondjuk a pénztárcámat, és így megmutatnám, hogy tudom én, van-e benne valamennyi. Tényleg van-e benne valamennyi? Hát most kérdez, így állandóan ezt csinálnám, hát milyen irritáló lenne? Tehát ez nem biztos, hogy jó lenne. És akkor jönnek itt az emberek, hogy ez honnan van, már biztos csalás, meg jó átvertétek az embereket, meg minden. Na te ezt ne csináljátok, ezt csak most majd kivágjuk a videóból. Tehát a lényeg az, mindig úgy olyan információkat kell adni, hogy na figyú, van még nekem infom, de ezt nem mindenki kapja meg, te most megkaphatod. És akkor ugye privátban megosztod a webirodádat. Sokkal jobb az, mint hogyha most kitenné mindent. Tehát most érted, ez olyan dolog, hogy úgy kiteszed, és akkor az emberek nem is értik, meg nem is nézik. Hát most ugye oda van egy ballance, ott meg van egy nagy, mit tudom én, szám. Mi az? Ez virtuális cucc, ez nem is működik, meg úgyse tudják ezt kivenni, meg rögtön ez jut az eszükbe. Nem ezt kell csinálni. Ez egy végső információ, amit esetleg, hogyha ő jön a rendszerünk, akkor megláthat. De nem ez a lényeg. Ezt homlokegyenest másképp kell csinálni. Ez a kommunikáció, amit ugye folyamatosan itt reggelente mutatok nektek. Én is ezeket úgy tanulom. Tehát nehogy azt higgyetek, hogy én vagyok ez a nagy guru, hanem egyszerre azt látom, hogy például amikor nézem Dévet, mint a kettőt, Nem tudom sose, hogy melyik a jobb, mert folyamatosan olyan áttöréseket nyomnak ezek az emberek, hogy egyszerűen lesokkolja az embert. És nézem Dévet, és néha ilyen hülyeségeknek tűnő dolgokat mesél, hogy mit tudom én, ez egy olyan offline konferencia volt, hogy ugye elkezd a pisiről beszélni. Most hogy? Képzeld el, hogy a pisiről elkezd mesélni, hogy égetheti a hólyagodat, és most, hogyha kimész, akkor pont leesel az információról. Milyen röhelyes, nem? Ki látta ezt a videót, sorozatot egész végig? Lehet, hogy neked is megfogalmazod, hogy mi a jó eget akarhat ez a manusz. De közben kiderült, hogy ezekkel ilyen lenyomatokat csinál nálad, és ezek a lenyomatok mindig közelebb visznek ahhoz, hogy a Dév egy kurva jó fej. Kinek van ez így, hogy a Dév az, sok mindent lehet mondani rá, de azt nem, hogy ő nem jó fej. Ő el is mondja magát, hogy kurva jó fej. Most bocs, hogy ilyen csúnyán, vulgárisan fejezem ki magam, de neked, ha el akarsz érni sikereket, akkor kurva jó fejnek kell lenned. Tehát ezt sugalt, hogy te egy olyan srác vagy olyan csaj vagy, aki a megszokottnál kicsit eltérő, de nem megmondó vagy, hanem éled az életedet, éled a világodat, és a tököd tele lett már a bizonyos ilyen körülményekkel, vagy majd más oldja meg a te életedet. Hanem azt mondod, hogy a francba én csapok rá az asztalra, hogy én oldom meg az életemet. Egyetértetek velem, hogy ez egy alap dolog ahhoz képest, hogy például megosztanak emberek ilyen információkat, hogy rögtön mennyit lehet keresni, meg marketingrendszer, meg mit tudom, egy Nobel-díjas orvos van nálunk a cégnél, mert ő kifejlesztette ezeket a vitaminokat, meg a fehérje, ilyen szintézist, meg azok úgy mennek a sejtekbe, tudod így, ezeket a parasztalkításokat mondják sokan, és van, aki meg kimegy, ír egy blogot, vagy kimegy a színpadra, hogyha offline van, és azt mondta, hogy ezt azért nem gondoltam volna. Hát az, hogy én bevettem egy vitamint, és helyrejött az egészségem, vagy te letelepítetted a programot a gépedre, ez volt az utolsó lehetőséged. És azt mondtad, hogy én megbízom abba az emberbe. Azt mondta, hogy vegyek egy standard csomagot, mert ez megváltja az életemet, és most meg itt állok egy platinával, vagy kettővel, és hihetetlen, és így tud, így elkezd így csorogni a könnyed. Nem is kell mondanod többet. Az az ember, aki téged néz, azt mondta, hogy ne, ezt azért nem lehet hazudni. Tehát olyan őszintén elmondod a történetedet,
ami megfogja az embereket így, sokszor megfogja így az embereket, azt mondják, hogy oké, én is ezt szeretném. Megállok. Ki az, aki ismeri a szponzor a történetét? Ugye itt most networkerek egymás között vagyunk. Ki az, aki ismeri a szponzor a történetét? Tudod úgy. Írjatok ide egy tízest, aki ismeri a szponzor a történetét, ugye? Volt úgy, hogy megindította a története a szponzorodnak, vagy a szponzoraidnak, vagy egymás történeteit már úgy ismeritek, ugye? Melyik győzött volna meg benneteket, hogyha, mit tudom én, elkezdem nektek mondani, hogy hát, ez a platina, az olyan platina csomag, hogy ez azt akkora pénzt fognál megcsinálni, meg tulajdonképpen ez egy ilyen titkos anyag, ez még ambaszador is lehetsz. Tudod így, ez annyira tetszik, ez Otokártól hallottam ezt a dumát, és ez győz meg, vagy meggyőz egy olyan történet, mint például a Cudarbea történet, vagy a Nagy Zsuzsi történet, egy kis óvodába ott a gyerekeket nevelik közben meg, egyre bővülő hálózattal, azon gondolkozik a Zsuzsi, hogy most valamit a fölhívott, hogy hát én nem is tudom, most bemenjek-e, ne? De amúgy úgy szeretem a gyerekeket, de most nincs kedvem bemenni, mert mit tudom én is. És az, hogy olyan jó, hogy megismertetted velem a Kairoszt, meg ezt az egész csapatot. Ismeritek a Nagy Zsuzsit, ugye? Vagy bármelyikőtöknek a történetét. És most azért mondom nektek, mert ez a videó, amit az elébb betettem, kérjétek el a szponzitom, Dave Sharpnak a történetek mesélés videója, ez négy videó modulban áll, ezt így egybe érdemes megnézni. Azt is mondhatnám, hogy oda-vissza, mert rájössz a titokra, hogy a Dév mesél erről az egészről. Ugyanis a titok itt van elásva. Sokan azt hiszik, hogy a technikai részben van a titok elásva, hogy mit tudom én most a SEO-zás, hogy hogyan van a kulcsszavak köré, hogy épül majd a blog, meg a keresők majd hogy találják meg. Akkor elárulok nektek egy titkot. Nekem a weboldalam nincs beszeozva. Jó, mi? Nincs beszeozva a weboldalam. Ahhoz képest a nézettségem egész jó. Ahhoz képest a tegnapi blogbejegyzésemet már majdnem 1000-en megnézték. Hát az úgy nem. Jó, nem? De nincs se hirdetve, se tulajdonképpen ilyen nagy dobra verve. Nincs kiposztolva sok helyre, én csak kiposztolom a saját fanpage oldalamra. Akkor van egy olyan, hogy reggeli meeting csoport, tulajdonképpen ti megnézhetitek. Néhányan meg szoktátok osztani, meg van egy őrült videó, mi a rajongó csoport, oda szoktam betenni. Így három helyre. Mindenki azt mondja, hogy tiszta hülye vagy, mert miért nem hirdetsz jobban, meg jó. Mi a francnak? És ezt most azért mondom el nektek, mert az egésznek a kulcsa ugye a történet. És ha te a történeted köré építed az üzletedet, akkor csodák fognak veled történni, jól mondom. Ha nem, akkor nem fog konvertálni az oldalad. Most olyan titkot mondtam el, amit nem mutatnak meg neked, de erre én is rájöttem, mert többen rájöttünk. Ki az, aki szereti ezeket a sikertörténeteket, vagy így egymás történeteit? Én imádom. Én például szoktam olvasgatni ő nem tudja, de én szoktam olvasgatni a Tóth Dezsőnek a blogjait. Szenzációs figura. Olyan mugorva embernek nézett ki, mikor beregisztrált hozzánk, és én azt hittem, hogy ő egy ilyen mugorva, szívtelen valaki, aki jó nagy ilyen bizniszt csinált, aztán most így lejött hozzánk, hogy majd ő mit tudom én, így marketingelget. Hát gyerekek, olyan blogokat ír, annyira tanítható és olyan alázatos az ember, hogy én majd rászoktam, hogy éjszakákon át így megnézem az egyik blogget, másikat. Menjetek fel a Tóth Erdezső oldalára. Dezső, ha esetleg itt vagy, tedd már be a blogodat. A Keleti Szél Info, azt hiszem, de lehet, hogy nem, lehet, hogy az Judit tér, nem tudom, ezek a tiensesek mindig ilyen hasonló dolgot tesznek ki, de menjetek fel a Dezsőnek az oldalára, nagyon-nagyon jó oldala. Nagyon jó. Most csak azért emeltem ki a Dezsőt, mert többötöket kiemelhetnék, csak a Dezső nagyon jó alkalmazza a tanításokat, amiket itt ugye reggelente mondok. Oké, egymás blogjaiból is tudtak építkezni. Most ezt azért mondom el, mert ha kész van a weboldalad, akkor minél hamarabb kezdj el blogolni.
Ki volt, aki tegnap ott volt a reggeli tréningen? Vagy esetleg már látta, vagy megértett belőle valamit inkább, egy tízest adjatok már. Ott úgy kicsit úgy részletesen elmondtam, hogy hogyan tudod úgy összeszűkíteni a réspiacodat, és annak, hogy kezdesz el tudni kommunikálni. Tudjátok, három ilyen bűvös lépés van benne, amit nagyon figyelembe kell venni, most nem sorolom el, nézd meg a tegnapi tréninget, és ez alapján kezdj el minél hamarabb történeteidet megírni. Na most, egy picit itt meg fogok állni a történeteknél, mert mondok egy érdekes dolgot. Reggel rám ír olyan 6 óra környékén egy hölgy, és mondta, hogy adja már meg a telefonszámomat, és hogyha van rá mód, akkor ő fölhívna engem. Micsoda a megközelítés, hogy ő fölhívna engem, szeretne velem beszélni, mert szeretne hozzám beregisztrálni. Tudjátok, ez a végén így kiesik a töltsér végén a vásárló. És akkor hát odaírtam a számomat, és akkor vártam, hogy fölhív-e. És úgy is volt, hogy fölhívott, és úgy beszélt velem, mintha már 1000 éve ismerne. Kérdeztem is tőle, hogy ugye majd te kezdődünk, ismerjük egymást. Persze, azt mondja, mindent tudok róla, de látom a stratégia oldaladat, és megértettem mindent. Egyet nem értett, hogy most Empower Network, vagy Blue Revel Age, vagy hogy van ez, mert ugye ezt nem fejtettem ki bővebben. És akkor elmagyaráztam neki, hogy ugye az Empower tudását tettük át a Blue Revel Age platformra, és ezen keresztül a Kairoszt kommunikáljuk, meg ugye van más cég is, amit ugye lehet ezen. Na oké, azt mondja, akkor beregisztrálok, és úgy is történt. Tehát most azért mondom, hogy annyira friss ez az az eredmény, hogy ki az, aki közületek szeretne egy reggel 6 óra, akkor már kapni egy olyat, hogy jó napot kívánok, én vagyok a vásárló, és szeretnék beregisztrálni. És visszanéztem az előző blogjaimat, se egy marketing terv, se egy mit tudom én, hogy lehetsz ambassador, nincs benne, meg semmi olyan, ami ugye sokan azt hiszik, hogy azt kellene kommunikálni, hanem egyedül annyi van, hogy én ki vagyok, hogy látom ezt az üzletet, hogyan oldottam meg a problémáimat, mondjuk a névlista problémát. Semmi más nem csináltam. Most azért mondom, ilyen tagoltam meg ilyen részletesen el, mert azt szeretném, hogyha ha nézed ezt a videót, vagy most itt vagy reggel, hogyha tényleg akarsz online igazán nagy jövedelmet, vagy online szeretné építkezni, vagy a csapatodat rá szeretnéd tenni egy online felületre, akkor az első pont ugye a saját történetet meg kell csinálnod. Megállok egy picit. Ki ismeri azt a nevet, hogy a Mark Hughes? Mark Hughes, lehet, hogy már hallottátok tőle, Mark Hughes. A Mark Hughes fölépített egy vállalatot, egy hatalmas birodalmat, egyetlen egy történetre. Ő neki az édesanyja meghalt egy rosszul beállított fogyókúrába, és hogyan lehet megoldani egészségesen egy fogyást? Ezt kiszínezte egy picit a Mark, illetve nem kellett kiszínezni, mert ugye minden igaz volt. Ő meghatotta ez a történet az embereket, és tudtak vele azonosulni, és így született meg a Herbalife például, nem tudom, tudtátok-e, vagy tudjátok-e. Történetekre. Steve Jobs neve biztos ismerős. A Steve Jobs a történetek alapján egy birodalmat készített el, illetve csinált meg. Halhatatlanná tett egy birodalmat, azért, mert az előadásait történetek köré építette, érzelmek köré építette, hogy mit okozhat egy ilyen kis picike kis kütyű az emberek életébe, vagy egy olyan szuperintelligens számítógép, ami reggel köszönt neked, aztán ellát mindenféle információkkal, jó legyen az életed, és megalkotta az Apple-t. Történetek köré építette. És akkor magyarázhatnám a többi nagy vállalatot is, és ugyanígy vannak a zenészek. Tehát mindenki, aki fölépített egy nagy birodalmat, történetekkel építette föl. Gondolnátok ezt? Szerintem nem. Azért mondom ezt el, mert te most, jelen pillanatban, mondjuk a Kairoszt föl szeretnéd építeni,
akkor ne ajánld a Kairoszt. Mondtam már ezt nektek. Ha meg akarsz szabadulni a támadásoktól, meg akarsz mindenféle ilyen hülyeséget, hogy téged majd följelentenek meg adóhatóság, meg mit tudom én, amire gondolhatnának az emberek, ezt meg akarod úszni, akkor ne ajánld a Kairoszt. Így közvetve ne ajánld. Ez nehéz, nem? Nehéz megállni. Nem mondjál már ilyen baromságot, gondolod itt a kamera túloldalán. Hát hogy ne ajánljál, mint a sic? Hát másképp nem tudok belépni embereket. Nem tudok beléptetni embereket. Hát akkor elmondom neked, hogyha próbálgatod, hát csak nézd meg, úgy szórd szét a netet. Bár inkább ne ilyen kairoszos dolgokkal, mi lesz az eredménye? Hát egy csomó olyan, hogy te hülye vagy, meg pilótajáték, meg mindenféle katymarak, meg aztán lehet, hogy majd diszkvalifikálnak a kairoszból, hogy lehet, hogy lezárják az irodát, mert hülyeséget kommunikálsz például, mert nem tudod, hogy nem úgy kéne kommunikálni. És most azért mondom, mert ha rám hallgatsz egy picit, akkor mutasd meg most, hogy te ki vagy. Mutasd meg a te történetedet. Minden nyugtoknak van története, nem? Menjetek fel a Seres Évi oldalára például. Seres Évit ismeri valaki? Évinek van egy olyan tulajdonsága, hogy így kipattan az agyából ilyen nagyon jó megoldás az életre. Tudjátok, ilyen párkapcsolatra, meg mindenféle dolog. Ilyen nagyon mély érzelmű az Évi, és hát én komolyan volt a írása az évben, hogy elsírtam magam, hogy úristen, de szuper ez. Egyedül egy pici dolog hiányzott, hogy ugye szívfájdalmam volt, hogy nem oda abba a platformra, meg nem a mi csapatunkba kommunikálja ezt az egészet le. Addig-addig úgy tettem ki a blogjaimat, addig-addig csűrtem, csavartam a dolgokat, hogy egyszer csak fölhívott az Évi, hogy szeretnék regisztrálni hozzád. Hogyha Évi így volt, akkor így írd már oda, hogy én kerestelek meg, vagy te esetleg úgy gondoltad, hogy beregisztrálsz. De ha így követnénk az eseményeket, akkor én soha nem raktam ki ilyen. Így direkt be olyat, hogy most mit tudom én, milyen, mekkora biznisz ez, hanem így eljuttattam az információhoz az embereket. Hogy hát, mit tudom én, egy olyan blogom volt régebben, most is megy, és nagyon jó konvertál, hogy így akarod leélni az életre, tudod, így odaszögeztem így az emberek. Így akarod leélni, jó volt reggel fölkelni, jó volt ma hazamenni, így tényleg ez az élet, így jó volt most így a családnak így annyi pénzt vittél haza, amennyit szerettél, tehát így ez így jó. Tehát így ilyen blogot írtam, és rengeteg embert be tudtam vele vonzani. És ott is úgy csináltam meg, hogy nem én mondtam meg a frankot, hanem hát ahogy én leteszteltem a dolgokat, ahogy én oldottam meg az én problémáimat, meg ahogyan mások is megoldották, ezt így teletűzdeltem, elkezdtem mutatni az életformát, egészen a nullától, vagy a mínuszból, amikor ott ültem így a gátódalba, kajak mellettem, és azt mondtam, hogy kész, elvitték az autót, házat, család, minden úszott, mi a jó eget csinálják, és úgy hazamentem, és még egy egyszer utoljára, hogy nehogy a fölrobbanjon a házban, azt hittem, hogy nem zártam el a gázt, így bekapcsoltam a számítógépet, és akkor megláttam a Dave Sharpot. És akkor utána már tudjátok a sztorit, tehát elvarázsolt. Ez egy sztori, egy történet, de ott is, tudjátok, az jutott az eszembe, hogy a Mark Hughes folyamatosan történeteket mesélt. Kérdezték tőle, hogy ő mivel foglalkozik. És mindig a Mark azt mondta, hogy tudjátok, meghalt az édesanyám. És akkor elkezdtem mondani a történetét. Nem azt mondta, hogy hú, most milyen vitaminok vannak, meg mindenféle cuccok, hanem elmesélte a történetét. És most ezt azért mondom el nektek, mert ha megtanulsz történeteket jó kommunikálni az interneten, a saját történeteid alakulását, hogy hogyan értél el egy olyan fázisba, hogy most már eleged van, és ezt hogyan oldottad meg, az emberek, mint a légypapírai, a légy, úgy rád fognak cuppanni.
Megkérdezem tőletek, hogy kinek van már története? Tudod, úgy kinek van meg így a fejébe, hogy a francba most már elegem van. Tudod, úgy, ki volt már olyan fázisban, hogy menjetek ti a jó pont, most már én akarok, tudod, így. Amikor ebbe a fázisba kerülsz, akkor elkezdődik a te történeted. Eddig is volt, csak nem figyeltél esetleg rá. Lehet, hogy te most így jó módú vagy például. Akkor is megvan a történeted, mert te már tudod a titkot, hogyan lehet egy jó módban lenni. De vigyázz, mert bármikor kirúghatják a lábadat, és kerülhetsz problémába. Tehát jó megtanulni azt, hogy hogyan lehet fönt tartani, meg stabilan ezt a jó módúságot például. Ez egy csapda egyébként, mert sokan, amikor már jó megy, tehát neked is, amikor majd úgy kezd jobban menni, hogy eléred az 5000 dolláros szintet, nem szabad elszállni. Mert nagyon sokan látom, hogy úgy elszállnak, hogy én vagyok a 5000 dolláros ember, most már mindent megtehetek. Mert onnantól kezdve ilyen mély repülés tud lenni. Saját példámat mondom, én is voltam ilyen, én vagyok az 5000 dolláros ember. És hát úgy kirúgták a lábamat, mint a sicc, és utána nem volt 5000 dollár, de még 1000 dollár sem, sőt még 100 dollár sem. Tehát most azért mondom, hogy mikor eléred majd a szinteket, akkor mindig tudd, hogy honnan indultál, és ezt csak akkor tudod igazán alázattal, tudod a történetedet. És azt mondja Dave Sharp, hogyha állandóan te történetedben vagy, ez olyan, mint egy filmrendezés. Hogy nem mindegy, hogy te szereplő vagy a történetedben, vagy te rendezed a filmet, tudod. Ha te vagy egy szereplő, akkor hát ezek a ugye, gyári dolgozók, meg ugye még a luxus rabszolgák, a vállalkozók is egy ilyen szereplői a társadalomnak, a filmnek. Egyedül az az 5% az, aki rendezi az életet, a filmet. Hát most te melyik vagy, hogy úgy te rendezed, te vagy a rendező, vagy téged rendezgetnek. Mert nagyon gyorsan kiderül, mindig este, amikor lefekszel, nézd meg, hogy most hogy érzed magad. Téged rendeztek bele, hogy éppen csak bele tudtál esni az ágyba, vagy úgy kényelmesen, ugye este 8-9 óra, 10 óra felé, vagy hajnalba lefekszel, és alig várod, hogy reggel legyen. Ha vagy alig várod, hogy reggel legyen, hogy újra alkothass, na akkor vagy benne, hogy te rendezed a filmet. Mert egy filmrendezőt, ha láttok, akkor az annyira izgatott állapotban van, nézd meg Spielberget vagy George Lucas-t, az állandóan azt nézi, vagy Woody Allen nekem kedvencem, hogy hogyan lehetne egyre jobb filmet csinálni. De itt is ugyanaz van, hogy ha te sok pénzt akarsz keresni, akkor neked kell a te saját filmedet rendezni, és ezeket a blogba lekommunikálni. Lehet, hogy te most ott ülsz, és úgy mondod, hogy mondjad már azt a híres szehozási trükköt, meg figyelj már, akkor most a lépések hogy van, meg úgy egymás után most. Ezt meg tudod nézni a blog tanfolyamon, mert most ne mondjam már állandóan, becsatlakozol ide hozzánk, fölmész az onlinecsapatépítés.info oldalra, és ott vannak a top producer formulák, ezeket nézegesd meg. Azért nem mondom el még egyszer, mert ott vannak fönt. Azt szeretném neked kommunikálni, ami nagyon-nagyon egyszerű. Mert sokan azt hiszik, hogy ugye online akarnak építkezni, hogy már itt mekkora gurunak kell lenni. Júj, most akkor itt weboldal, meg bannerek, meg widget, meg most hogyan videók itt ilyen, úristen. Nem. Megvan ott az a három oldal, vagy pár menü, nyomjad ki fel a blogokat. Nyomjad, mert annyi pénzed lesz belőle, nem tud hova tenni. Csak nyomjad ki fel a blogokat. Utána majd beteszel widgetet, majd lesznek hírlevelek is, meg minden lesz, de először is ismerjék meg, hogy ki az a Becker Péter például. Ki az a DNS Zsolt, ki az a Csicsó Rozi, meg ki vagytok ti. Tegyétek ki nyugodtan a blogba a történeteiteket kétszer egy nap. Reggel meg este, különböző kattintatós képpel, és ez minden nap. Na most nem minden nap ugyanazt a történetet, hanem ma is másképp alakul a történet, meg tegnap is másképp, mert a folyamatban vagy benne. Na most sokan mondják, hogy mit lehet írni most, hogyha hát tegnap volt valami, akkor most máma meg ma más lesz, vagy hogy igen más lesz. De csak akkor te akarod, ha te rendezed a filmet.
És ez csak úgy lehet, hogy először is, ugye, megállok. Ki szeretne nagyon jó blogokat írni? Tudod, ez most olyan, tudod, életed blogjai. Ki az, aki szeretne közületek? Na most, tudjátok mi a titka ennek? Hanganyagok, videóanyagok, azoktól, akik már nagyon jó blogolnak. Azért nézzétek meg a videókat, mert ami bemegy, az tud csak kijönni belőled. Tehát te nem vagy tanítható. És ezt most sajnos látom egy pár embernél, hogy ők már mindent tudnak, nem is járnak be a tréningekre, már itt sem látom a névsorba őket, nem is sikeresek. Azért, mert vagy nem hallgatnak anyagokat, vagy nincsenek benne a folyamatban, vagy egyszerűen ők nem taníthatóak. Nézd meg, akik most sikeresek nálunk, mit csinálnak. Folyamatosan hallgatnak anyagokat. Szinte állandóan a fülükön van valamilyen kütyű, és hallgatnak anyagokat. Hát most normális, hogy én most veszek egy ilyet úszásra, hogy még az úszás közben is tudjak David Woodot hallgatni. Normális dolog ez. De úgy higgyétek el, hogy mivel szükségem van a mozgásra, egyébként elég monoton az, hogy most a medencébe így oda-vissza úszkáljak. Nem akarom, hogy hülyeségeken is járjon az agyam, inkább olyan dolgokon jár az agyam, ami hasznos. És azért, ha meghallgatok egy órás anyagot, közben le is úsztam egy órát, tök jól érzem magam, tehát a kellemeset a hasznossal összekötöm, innentől kezdve mi fog történni? Áttörések fognak jönni. Sőt, ugye a mozgása, az agy sokkal nagyobb szivacs, mint egyébként gondolnátok. Maga a víz is egy olyan közeg, ami gyorsabb tanulást eredményez, ugyanúgy a futás, vagy úszás, vagy a síelés, bármi, ott hallgatsz valamilyen jó anyagot egy gondozás közben, minden porcikát fókuszál, és innentől kezdve nagyobb eredményt érsz el. Ki az, aki egyetért ebben velem? Hogy láttatok már ilyen edzősrácokat, akik nyomják a vasakat, és közben olyan motivációt kapnak. Én látom a fiamat, amikor edz, hát majd szétszakítja a súlyokat, abnormálisan nagy súlyokkal is tud dolgozni, és kérdeztem a titkot, hogy mi. Azt mondja, apa, olyan állapotba hozom magam, hogy imádom ezt az egészet. Hát ki az az őrült, aki ilyen nagy súlyokat tudna emelni élvezetből? Tehát én olyan vagyok. De ha felrakom magamra olyan zenét, ami inspirál engem, hát gyerekek, én imádok edzeni. Nem tudom, hogy vagytok ezzel. Na most azért kell hanganyagokat hallgatni, mert ami beléd megy, az fog kijönni az áttörések során is. Ha meghallgatsz egy ilyen hanganyagot, hazamész, vagy még ott az edzőzés után is gyorsan egy pár ilyen szót, ilyen kurszót leírsz, tudsz belőle egy olyan blogot gyártani, meg egy videót is utána, hogy az emberek azt fogják látni, hogy te haladsz az utadon, mutatod a saját felismeréseidet, és A-ból a B-be haladsz. És közben eszközöket használsz. Ilyen eszköz például a Kairos. Ezt értitek, ezt a megközelítési módot? Mert sokan mondják, hogy hát jó, ez csak nem tudom. Meg nem értem, meg most blogoljak, ez most nem megy. Hát most könnyebb oda menni valakihez, és akkor úgy rágni a fülét, hogy lépjél már be, hát gyere már be, meg könnyebb névlistával dolgozni, hogy fölírkálod, és akkor elkezded így lezongorázni. Nekem ez nem megy. Ki az, aki közületek nem szeret hívogatni embereket? Én nem szeretek. Nem is tudom már, mikor hívtam föl bárkit is. Szerintem már vagy 5 éve eltelt is. De nem szerettem sose. Mindig valamilyen történettel vonzottam be az embereket. Ezért léptem át nagyon gyorsan azt az ominózus 5000 dolláros határt. Azért mondom ezeket el tényleg nagy tisztelettel, mert látom, hogy emberek eszméletlen megbonyolítják az életüket. Ezekkel a blogokkal is, meg egyébként is. Nekem nincs kedvem bejönni a tréningedre, mert reggel van. Nekem nincs kedvem bejönni a nem tudok, mert most este van, tudod, így jön a család. Nincs időm megnézni a videót, mert már holtfáradt vagyok. Meg egy csomó tud ilyen, semmi gond nincs, csak nem leszel sikeres. És így fog eltelni az életed. Kikapott már közületek olyat, hogy így a szponzorát mondta, hogy
Hát én nekem nincs időm most így végighallgatni egy ilyen tréninget. Hát én azt mondom, ha van egy ilyen kütyűd, vagy valami hasonlód, vagy nem is kell ilyen kütyű, hanem telefonod van, rátöltesz anyagokat, beleteszed így, közben elmosogatsz, én például imádok mosogatni. Bár most vettem már egy Frankon mosogatógépet, de azt is be kell tölteni. Közben ráteszem a fejemre, tényleg, közben eltáncolgatok, tudjátok, így zenét hallgatok, vagy már imádom, az életet élem. Nem az, hogy már megint csajok, mosogatni kéne, tudod így, terigetni kéne, így látom. Örömmel kell ezt csinálni, amikor terigeted a ruhákat például ki, akkor így milyen jó, hogy a családnak ezt így megcsinálod, mert mi fiúk azért lusta disznók vagyunk, de te itt nagyon jól tudod a családot például a hölgyből, vagy így ezzel. Tehát, hogyha valahogy én megérzem, például látom, hogy a párom ilyen dolgokat csinál, és ezt így örömmel, akkor úgy másképp viszonylag az egész életünkhöz. Csak ki kell próbálni. Ezek is hozzájárulnak a személyiség fejlesztéshez. Vagy ugyanúgy, ha főzöl egy kaját, így tedd bele a szívedet, a lelkedet, hogy minden nap úgy minden pillanatot meg kell élni. Ezt most nehogy elhiggyétek ám nekem, próbáljátok ki a mai napon például. Bármit csinálsz, mielőtt csinálnád, így gondolj arra, hogy a legjobbat hozol ki belőle. Úgy a legjobb, most megcsinálom. Mondok egy blőd példát, kapsz egy csekket, ki kell fizetni. Most te elmehetsz a postára úgy, hogy a rohadt anyára, te hülye sárga csekk, mert most ki kell, hogy fizessenek is. Tudod, így dúsz, fúsz és mész, és közben 5000 emberre összeveszel még az utcán, mert olyan mérges, hogy ki kell fizetni, pedig ők nem tettnek róla. Beállsz a postán sorba, ott is mérges vagy, mert sokan vannak, aztán oda mész a postás kisasszony, hogy neze! Milyen, tudod, ez a főpaprikázódott dolog, vagy pedig ugyanezt átkonvertel, itt egy csekk. Nézegesen, de szép vagy, tudod, hogy próbálkozzál meg. Én tudom, vagy azt mondod, nem tudom még, hogy fizetlek ki, de azt tudom, hogy a nap végére megoldódik, hogy ki tudom fizetni. Vagy a hó végére megoldódik, hogy ki tudom fizetni. Tehát így barátkozzál meg ezzel a hülye csekkel. Ha hiszed, ha nem, azt így kezded el, ilyen energiát így átcsoportosítani, akkor a köréd rendeződnek a dolgok, egyszer csak kapsz egy telefon. Ki akar fizetni most mondjuk egy 35 ezer forintos csekket, akkor jön egy telefon, azt mondják, hogy jó napot kívánok, szeretnék regisztrálni. És egy standarddel regisztrálnak nálad, éppen van a webirodádban egy kis dolcsi összegyűve, kézbe van fizetve a csekk. Nem tudom, értitek, amit szeretnék sugallni. És akár ezt is megírhatod egy történetben, hogy mától kezdve úgy vagyok vele, hogy megpróbálom mindenből kihozni a legjobbat. És elkezded az apró történéseket megírni. Hogy eddig olyan lustív disznó voltam, mert vald be, hogy lehet, hogy az voltál, mert nem, így tudom én, nem főztem meg időbe, vagy ha férfiból vagy, mindig lecsesztem az asszonyt. Ma kipróbálom, hogy mi az, hogy nem cseszem le. Megyek haza este, vacsorára, aztán lehet, hogy nem lesz vacsora, mert nem ér az asszony oda haza időbe, ő se. És most ahelyett, hogy mondjuk lecseszném, azt mondanám neki, hogy anya, látom, hogy te is most jöttél haza. Nincs még kaja, nem baj, figyelj, együtt megfőzünk valamit. Hogy tudod mit? Leülünk, megkenünk egy kis vajas kenyeret, kis piros aranyjal, savanyú káposztával. Inkább beszélgessünk már egyet. Ne hidd el nekem. Kipróbáltam, hidd el nekem, működik. Én is voltam ilyen házsártos disznó, bevallom. És valahol hallottam, a DV-k ezt mondták. De lehet, hogy Tony Robbins-tól hallottam, mert nem tudom. De valahol ugye, hát az jön ki belőled, amit beletáplálsz. Valahol hallottam, hogy meg lehet ezt másképp is oldani. Csodák történtek. Csodák történtek. És hogyha ilyen centrikusban van az agyad, akkor ebből lehet ilyen sportot űzni, hogy ma megpróbál mindenből kihozni a legjobbat. És így beleállsz a dolgokba. És szépen így minden, ami jön, oké, ezt hogy tudom megoldani a legfrankobban. És olyan történetek fognak születni, hogy mert ezzel a módszerrel
nagyon-nagyon komolyan köréd rendeződik az élet. Te fogod rendezni így az életedet, és egyszerűen így minden megváltozik. Nem biztos, hogy azonnal változik, de már aznap fogsz áttöréseket élni, amiket így le tudsz dokumentálni. Nyugodtan csinálj róla egy videót. Mondd azt, hogy voltam benne egy reggeli tréningen. Szeretem ezt a Willit hallgatni, olyan hülyeséget mond néha, de mindig várom, hogy hát, ha majd ez a következő mondat, ez jó lesz. És hallottam ma tőle egy olyat, hogy hozzam ki az egész napomból a legjobbat, így a pillanatokból hozzuk ki. És hát ugye elkezdtem ezt megcsinálni, és egyszerűen így jön haza a párom, és ahelyett, hogy ilyen csúnyán nézne rám, így ilyen jókedvelű. Nem tudom megmagyarázni, hogy mi. Lehet, hogy azért, mert én is úgy gondoltam, hogy tudod így annyira érdekes dolgok ezek engem nagyon fölvillanyoznak, hogy ilyenkor az ember visszakerül a mostba. Mert ugyanolyan energia a negatív energia is, mint a pozitív, csak az eredmények nem olyanok. Ki az, aki egyetért most velem, hogy francba lehet venne valami igazság? Vagy be nyugodtan, hogy te is szoktál házsártos lenni. Én, az biztos. De az nem baj, hogyha valaki házsártos, meg mit tudom én, ilyen hirtelen haragú, meg izé, hanem az a probléma, amikor ez sokszor húzamosabb ideig. Mi tudja, de mégis megteszi. Múltkor kérdeztem a páromat, hogy mi csesztél-e most megint ugyanúgy, mint a múltkor? Azt mondta, hogy csak. És akkor mondom neki, hogy ez egy kicsit így nézzük már, hogy ez jó ez így mind a kettőnknek, és hát csak nem jó az. Igen, igen, változtassunk rajta, és kinevettük a csakot. És azóta, amikor mi ugyanolyan konfliktus kialakulna, már régen így legyintünk is. Hülyeség tényleg, is nevetünk egyet rajta. De miért? Azért, mert kioltódtak az energiák. Nagyon sok kapcsolatot meg lehetne ezzel menteni. Nagyon sok mindenféle, nem csak párkapcsolatot, hanem gyerek, apa, viszony, stb. Vagy tehát tudjátok, mire gondolok. De ugyanígy az üzleti életben is, hogy elkezded a történeteidet gyártani, bevallod a hibáidat például. Ezt imádják az emberek, legalábbis én azt látom, hogy őszintén bevallod, hogy mit tudom én irigy voltam. Tehát én bevallom nektek, hogy én nagyon irigy voltam valamikor a 18-20 éves koromban. Én olyan irigy voltam, és borzasztóan szenvedtem tőle, nem is tudtam, hogy igazán miért, mert láttam, hogy a szomszéd valamit kap, vagy csinál, akkor az biztos lopta, az anyja jó isteni, tehát ez nem lehet, ez lopás. Ez ennyi pénzt nem lehet, hogy megvegy egy autót. Hát én is ugyanúgy dolgozok, én nekem meg nincsen, tudod, én bevallom, hogy nagyon bántott. És utána, hogy elkezdtem egy gondolkodás, változást, hihetetlen módon után nekem is lett autóm. És már másképp álltam a dolgokhoz. És már most nevetek ezen, de hány ember van úgy, hogy Isten, tehát így mindenféle hülyeségtől szenved, és le tudnak emberek élni így életet, és még mindig, még 80 évesen is nyomja a szegény párjá, meg hallgatja, valamelyik megalkuszik, ahelyett, hogy így megoldanák a problémákat. Most lehet, hogy ott ülsz a kamera túloldalán, és mondod, hogy hát én azért jöttem most, hogy úgy megtanítsd nekem a pénzteremtés művészetét. Gondolnátok, hogy ezek nagyon szükséges dolgok ahhoz, hogy megtörténjenek az áttörések? Hogy ki föl tud vállalni magad? Ugyanis azt látom, képzeljétek el, hogy jó, oké, beregisztrálok a Kairosba, akkor megkérdezem, hogy igen, és akkor szeretnél hálózatot is építeni? Persze! És mondom, hogy fogod? Hát hogy, hát úgy mindenkit fölhívok, hogy van ez az üzlet. Mondom, ez így gondolod, hogy működni is fog. Hát hogyne, ez nagyon jó dolog. Hát én mondom, próbáld ki, csak ne gondold azt, hogy majd a harmadik nap fölhívsz, és akkor mondod, hogy a fiam mindenki hülyének néz. Én tudom mit, most nézzünk téged hülyének, ássunk túl rajta, kezdj el megtanulni kommunikálni. És hogy nézd ránk nagy szemeket, jó, tényleg, mi az a kommunikálni? Hát mondom, figyelj, és akkor a történetedet kreáljuk meg. Ugye most te azért csatlakoztál be, meg akarod oldani a problémádat, elhitted, így a Kairos fogja megoldani a problémádat, teszteljük le, nézzük meg, hogy tényleg működnek a dolgok,
és utána építsünk rá egy sztorit. Ez lenne a kommunikáció, ez. De közben mit szólnál hozzá, hogyha nem csak az anyagi helyzeted javulna meg, mert az garantálom, hogy ez megoldódik, hanem megoldódna az életed. A mostani Dave videóban ezt mondta a Dave. Azt mondta, hogy ő nem a céget építi, hanem megoldja az emberek életét úgy, a saját példájával. Tehát nem a megmondó, hanem a vezető, hogy mutatja a saját és a barátai példáján, hogy hogy lehet megoldani az életet. Mi ez, ha nem egy áttörés? Kinek volt most áttörés? Legalább egy, amíg idáig eljutottam 46 perc alatt. Így írjatok már be egy tízest, aki már úgy hirtelen lett egy áttörés. Mert ha nem, akkor nem jó a tréning, tehát akkor nem jó, csak szeretem a visszajelzést. De ezek őszinte visszajelzések, úgy tényleg így kaptam most, hogy tudod, ez az, erre vártam, érdemes ott fölkelni ma reggel 9-kor. Oké. Na most azért mondom nektek el, mert sokan túlbonyolítják azt, hogy blogolni, meg most hogy van ez az egész, hanem ha történetedet mondod, és mindig lesz, tehát ne félj attól, hogy nem lesz következő nap történeted. Azért, mert ha haladsz az úton, akkor mindig jönnek a felismerések. Sőt, el fogsz jutni egy olyan irányba, hogy fölkelsz reggel, ezek a felismerések vagy reggel, vagy este jönnek, illetve pont akkor, amikor nem várnád. Ki meri bevallani, hogy mit tudom én, ment, vezetett haza mondjuk. Vagy mosogattál, vagy teljesen más csináltál, és akkor ugrott be valami. Voltatok már egy tízes, tagjatok már, hogy basszus, tényleg. Nem is gondoltál volna, mert nem az elmédből fog jönni a felismerés, amikor így várod, tudod így, na, mondjad már, mi lesz, tudod így, úgy nem fog jönni. Ez úgy nem fog jönni, hanem először megtuningolod az agyadat információval, ezért vannak a hanganyagok, tehát megtuningolod, írd föl. Az első lépés, megtuningolod az agyadat, ne félj attól, hogy túlterheled, nem tudod. Nyomod, befele hallgatod. Ne úgy hallgass, hogy most jegyzetelni kell, vagy bármi. Ne úgy hallgass, hanem csak úgy, mint most úgy hallgatod, és valahogy a lelkeddel hallgass. És abban a pillanatban, vagy egy kicsit később jönni fognak az áttörések, sőt olyan is lesz, hogy meghallgatsz egy anyagot, nem érted, nem baj. Így meghallgatod, értesz belőle valamit, lehet, hogy túl bonyolítnak tűnik először, bár ezek a videók úgy vannak összeállítva, hogy a történeteket nagyon könnyen be tudja vonzani az agyad, ezért nem szabad ilyen konkrét dolgokat mondani, hanem történetek mögé kell az egészet ugye beletenni, és ezt meg kell tanulni, ezt csak gyakorlással lehet megtanulni, és amikor ezt így megtanultad, úgy fogsz tudni kommunikálni, hogy megértik az emberek. Hallgatod az anyagokat, hallgatod, jönnek a felismerések, és azokból tudsz írni egy következő blogot. Az egész a blogolásban a napi szintű ilyen történet, ami egymásra épül. Én elárulom neked, hogy én úgy szoktam csinálni, hogy én 4 óra felé fölkelek, hajnalba, imádom ezeket a reggeleket, még minden csönd, és megnézem, vagy egy dév videót, vagy most rászoktam arra, hogy megnézem az előző reggeli meetinget. Képzeljétek el, normális, egy saját tréningemet megnézem. Megnézem, hogy milyen fölismeréseket mondtam, mert nekem is a tréning alatt most is volt fölismerésem, és egy idő után át fogsz lendülni, hogy gyorsabban jönnek a fölismerések, mint meghallgattál volna valamit. Lesz majd ilyen is. Képzeld el, hogy hallgatom a saját tréningemet, fölismerések jönnek, és ehhez fogom kapcsolódni a következő tréninget. Tehát a tegnapi tréning folytatásaként tettem be most ezt. Ez egy ilyen magasabb lépcső, amit most mondtam nektek, mint a tegnapi. De csak azért tudtam megcsinálni, mert arra építettem rá, a felismeréseimre építettem rá a mai tréninget. Nem tudom, ezt így értitek, amit így mondom, mert lehet, hogy egy picit bonyolultnak tűnik. Nem baj, ha most nem érted,
ezt gyakorlással fogod megérteni. Mert az emberek azok úgy csinálják, hogy először megnézik a blogodat. Hát ez hülye. A következő megint megnézi, mert megint kiteszed. Lehet, hogy olyan kulcsszót adtál neki, ami úgy érdekes lehet neki, és akkor megnézi, vagy belenéz. Aztán lesz egy pár olyan dolog, ami őt juttatja felismeréshez. Na ez az egyik titok. Ha ezt el tudod érni, hogy egy felismerést adsz a leendő regisztráltadnak, akkor tudod megfogni. Mert tudod, vagy tudjátok, ez az a mágnes, ami az egész hátterében van. Hogy oda tudjad ragasztani az emberedet, egy követőt tudjál csinálni, mert ha követőt tudsz csinálni, akkor alig várja már, hogy kijön egy következő videó. Rá kell, ilyen elvonási tünetei lesznek. Ki az, aki bemeri vallani, hogy mondjuk ha nincs reggeli tréning, akkor elvonási tünetei vannak. Nekem azt kell elérnem nála. De akkor nézd meg, hogy miért van elvonási tüneted. Mert szükséged van erre az energiára. Nem én rám, tehát nehogy félreértsétek, nem az én egóm beszél most, hanem velem kimondatnak az univerzum, kimondat egy csomó áttörést. Ami neked is segít a saját életedre, hogy áttörésed legyen. Mert egyébként nem működik. Tehát lehet, hogy te blogolsz, de ha nem tudsz áttörést csinálni a követőidhez, ha vannak követőid, akkor nem működik a dolog. Ajánlom, hogy mindig legyen egy ilyen folytatásos dolog az egészbe. Mert a követői tudják, hogy te most őhozzájuk beszélsz, tudják, hogy te mész egy úton, és azok a jó követők, akik lemodelleznek téged, és hasonlóan batyognak az úton. Lehet, hogy majd lesznek olyanok, akik be is érnek, meg lassan el is hagynak. Na, ez egy magasabb szint. Mondja Dave, hogy amikor így elhagynak téged a követőid, és lehet, hogy te egy követődnek leszel a követője. Ilyen is van. Képzeljétek el. Hogy például engem is hagytak már el így emberek, és én is követővé váltam, néztem, hogy ugye most hogy alakítja az életét, mert nagyon jobban, mint ez ennyi. Értitek ezt? És hogyha így sokan vagyunk, akik egymást követi, mert lehet, hogy többet is követsz, tehát azt is tudod, meg téged is követnek, meg mást is követnek, tehát nem csak egy mestere van az embernek, ez a szépség az ember, ezeknek a blogoknak, de a lényege, hogy mindenki megy egy jó irányba, és most képzeljétek el, hogy mekkora erő van ebbe, és milyen pici erő van, hogyha téged támadnak, tudom, a Kairosszal kapcsolatban, hogy úgy lepörög róla, de nem is jut el odáig, hogy múltkor a Székely András például megkérdezte, hogy te tudod, hogy hányan fikáznak téged az interneten? Mondom, engem? Én nem tudom, biztos. De mondom, tudod, minél jobban fikáznak, annál jobban megnéznek engem az interneten. Én azt kívánom, hogy minél több ilyen fikázós dolog legyen ellenem, mert akkor egyre többen megnézik, hogy tényleg olyan szarházi lenne ez a vili, hogy így átveri az embereket, hogy nézzük már meg, hogy mi az igazság. És majd regisztrálnak azok, akik eldöntik, kultúráltan tudnak dönteni, hogy most a rossznak hisznek, vagy a jónak. Ezért kell napi szinten kinyomni egy videót magadról, mert a sok-sok napi szintű, őszinte, minden nap kitett videó, az legyőzi az ilyen hirtelen indulatos videókat. Tehát hogyha lefikáznak téged, akkor lehet, hogy mit tudom, kedden lefikáztak, de szerdán lehet, hogy nem fognak lefikázni, mert nincs akkora energia, hogy még szerdán is nyomjon egyet. Vagy csütörtökön is. De te minden nap mondod. Ő csinál egy-két-három fika videót róla, te meg mindig mondod. Hát igen, lehet, hogy rossz ez a Kairosz, de folyamatosan emberek életét oldja meg. Biztos pilótajáték, azt mondják, de mi nem azt tapasztaljuk. De meghagyunk téged ebbe a jó kis hitbe, te biztos ráérsz arra, hogy fikázd itt a Kairoszt, mert mi csináljuk, és megoldjuk az emberünk, vagy a családjunk életét. Csak úgy mondom, hogy tegnap mondja a fiam, hogy apa, gyere, mutatni szeretnék valamit. És akkor mit gondoltok, mit mutatott a gyerek? Hát ettől lehaltam. Este olyan 8:30 volt, fekete BMW megáll, tudjátok, a drága párjával vártak. Apuci lebattyog, beültem oda hozzájuk, nagyon jó érzés volt, ugye ahova megyünk.
és megmutatták az új lakásukat. Hát mi ez, nem egy történet? És akkor mondják, hogy ez egy pilóta játék, nem jó semmire se. Lehet, de megoldjuk a problémánkat. A gyerek megoldotta a problémáját. Nem tudom, értitek-e ennek az egésznek a lényegét. Lehet, hogy egy picit úgy most így elkalandoztam külön helyekre, de azt szeretném volna megvilágítani ma, hogy nagyon-nagyon egyszerűen csináljátok. Tehát, hogy ha banner készítés helyett, meg hogy jaj, most valami hülyeség ott megjelent, és ott ezzel fókuszálgatsz, meg hogyan kéne a widgeteket itt most izélni, majd megoldódnak azok a dolgok. Most egyelőre a friss blogolóknak üzenem, hogy a történeteiddel foglalkozzál. Fölütöd a kamerádat, vagy az okostelefonodat, rányomsz egy történetet, minél hamarabb meglegyen, utána beteszed a blogoldalad, vagy fölteszed a YouTube-ra, beteszed a blogoldalra, aláírod a cuccokat, ami a videóban van, egy pár ilyen cselekvésre felszólító dolgot beraksz, hogy meg tudod nézni az eszközt, amivel megoldom az életemet, és nyomjad ki fel a Facebookra. Ne törődjél Mariska nénével, hogy ő nem szeretne téged sikeressé lenni, meg biztos hallottatok már olyat, hogy oké, Virére, az ember nem tudja, hogy beregisztráltam, vagy nem mond már el neki. Mondom, jó, nem mondom el, nem tudom, hogy ebben sok pénzt csinálsz. Ki kell állni az emberek elé. Hogyha nem állsz ki, nem vállalod föl magadat, hogy hát nyugodtan mondhatod, hogy hát engem is bepalisztak. Csak megnézem ezt a standardet, hogy mit csinál, mert ha tényleg jó, akkor veszek egy szilvert. Engem is bepalisztak, így csinálj egy ilyen blogot. Aztán írod, hogy hát ez csak nem palisztak be, mert működik a dolog. És nyugodtan kiállhatsz, ez nem szégyen ez. Te szégyelled, hogy igenis a Kairosból végre van egy becsületes jövedelmed. Én nem szégyellem. Hogyha találkozom magadba ilyennel, hogy ja, hát majd, ha sikeres leszek, majd kirakom magam, meg különben is majd. Ezért, ha nem teszed ezt meg, akkor nem leszel sikeres. Illetve úgy mondom, hogy termelni fogja a pénzedet ugye számítógép, tök jó el lehet lenni, ezért szeretem egyébként a Kairoszt, mert anélkül, hogy csinálnál valamit, a karbantartod egy kicsit és működik, de ha nem elégedsz meg ezzel, hogyha akarsz egy kicsit jobban élni, akkor vállalt föl magadat. És lehet, hogy most ez egy olyan áttörés, amit most mondok neked, hogy így magadban nézel, és akkor nézd meg, írd, de miért nem merem én fölmállani magamat? Nézd meg, mit tőfész? Majd mit tudom én, az osztályfőnököd volt valamikor, majd megszól, vagy a főnököm meg fogja látni, ki fog rúgni ezért. Hát basszus, ha ezért kirúgna, akkor mit keresel ott? Most mennyit keresel a munkahelyen? 100 ezer forintot? Kettőt? Hármat biztos nem, mert nem lenni ott. Keresel 120 ezer forintot, hagyjuk már platina kifizeti neked. Ma mi segítünk, hogy legyen platinán. Kinek ez egy jó hír? Rúg ki a főnöködet. Ez lesz most nem mondom, hogy mondjál föl, de hát ugye a kereskedelmi igazgató mit mondott? Ki ismeri a tokár? Mit mondott? Akarsz pénzt keresni? Jó, akkor rúg ki a főnöködet. Mondjál föl. És akkor, én mikor meghallottam az autókert, mondom, ez az én emberem, ez őszinte fölvállalja magát 6 méteres merci, szevasztok. Ez az, amit kommunikálni kell. Ne féljél attól, hogy te sikeres legyél. Ne, rosszak az előítéletek. Ez is hozzájárul majd a te történetedhez. Na, ennyi volt a reggeli meeting. Remélem, hogy tudtam nektek értéket adni, és legközelebb már holnap találkozunk, ugye a reggeli meetingen, viszont promotálnám most Palacska Andrisnak lesz a pénzmágusnak, ugye csapatunk tagja, több platinával, golda, hogy hogyan lehet gigantikus pénzt keresni pluszba. Úgyhogy gyertek, most lerakjuk a tréninget, 200 kairosos dollárból meg tudod venni a tréninget, aki esetleg platinát csinál ma, a legelső platinának én fizetem, ez még áll az ajánlatom, ha nem, akkor úgy jártál, és akkor Reni adja a linket, lépjetek be, és én ott leszek biztos, hogy te ott leszel, nem tudom. Sziasztok, az erő legyen veletek, és akkor találkozunk András képzésén, vagy holnap reggel. Sziasztok!